Bukmir, jól fejeli vissza. Kriston középen indulhat meg, inkább hátra. Kapics, nincs lesen, Tököli. Ez nagy helyzet, Tököli Attila. És 1-0-ra vezet a Ferencváros. Tököli Attila az első mérkőzésén gólt ígért, és be is tartotta a szavát. Nagyon nehezen, kinkeservesen, de megszerzi a vezetést a Ferencváros a második félidő 11. percében, mégpedig Tököli Attila révén. Hogy ugyanolyan dolgot kapjon hátulról, Tököli felé a labda, Tököli, gól! A 100. gólja a magyar élvonalban, és vezet a 11. percben a Ferencváros. Hazai pályán is, de köszön Tököli Attila. Szenzációs labdát adott Leandro, már látni lehetett, hogy Bálintról lefordul, lépés előnybe kerül, nagyszerűen vette észre Tökölit. És bejött az a húzás is, hogy Leandro a kezdő, mosolyog is Garami József, Öröskei Gábor is fogadja a gratulációkat, ez bizony bejött. Óriási labdát adott Leandro, Tököli pedig be a felső sarokba. Gyönyörű gól, vezet a Fradi. És közben az élékében a felgyóles vezetés a Ferencváros talán. Skukalek. Gyönyörűen rúgta el Tököli, itt az ismétlésen látszik, ütemtelenül a kapusnak esélye nem volt, a kapus támaszkodó lába mellé. Nagyszerű volt az a fölpassz, amit az előbb említettem. És még egy fölpassz az élőképpen, megint Tököli indul a kapu felé, Tököli 2-0! Egy percen belül Tököli Attila! Kérem szépen, amit Tököli Attila művel, az egyszerűen hihetetlen. Megint egy remek labda, és Tököli nem hibázik. Leoni bosszusan rúgja előre a labdát. Hát azt hiszem, erre ők sem számítottak. Mi viszont számíthattunk, 10 perc alatt így kell elkezdeni egy hazai kupameccset. Mentálisan már a kijövetelnél látszott, hogy borzasztóan erős a Ferencváros. Nagyon akarják ezt a sikert. Ez külsővel elrúgta az Attila, talán egy picikét, ahogy mondani szokták, eltörte a labdát, de ilyenkor semmi nem számít, 2-0 ez a fontos. Nagyon simán lehagyta Kalalambusz, ugyanis sokszor egy ciprusi válogatott, tehát 33 éves játékos. Ahova kell. Azt gondolom, hogy a... Lassan beéri. Limcsai egyedül viszi, Limcsai zitterbe megnyerheti a meccset, hát tesz egy Tököli elé és gól! 2-1-re vezet a Ferencváros, egy perccel a mérkőzés vége előtt Limcsei Péter szólóban végigvitte a labdát. Az egész fehérvári térfélen lőttünk már itt ilyen gólt, akkor is Limcsei csinálta meg a találatot, és végül Tököli Attila lábáról kerül Tudor hálójába a labda. 2-1! Percben Vince Otóbert tette el a labdát a félpályánál, Lipcsei remekül indította Tökölit, aki egy cselebb becsapta védőt, majd nagy gólt lőtt az egerszegi kapuba, 1-0 a Ferencváros javára, Tököli az idei második tét meccsén már második gólját szerezte. Mintaszerű Lipcsei indítása, Tököli először maga elé veszi, majd beüteti a hintába Molnárt, végül balal remekül találja el a labdát, amely a kapusról pattan a hálóba. Lipcsei, nincs les, Tököli lehet, remek ütemű átadást kapott. Tököli, szemben Farkassal, gólt lő Tököli. A 34. percben vezet a Ferencváros, Lipcsei remek indítása után természetesen Tököli talált a hálóba, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez gyerekjáték volt a számára. 1-0 a Fradi javára. Pláne így, Skukalek, nagy labda, Tököli, belövi, Vita azt reklamálja, hogy Gera támadta, Dubravicki pedig megadja a gólt, amelyet a volt dunaújvárosi Tököli szerez. Mégiscsak betalál volt csapata ellen, 5 dunaújvárosban eltöltött év után, első meccsén, amikor ellenfélként lép pályára itt. A 80. percben tehát 2-1 a Ferencváros javára. Újabb zalaegerszegi próbálkozás, gyönyörű labdaszerzés. Gyepes teszi előre, szép szóló, és jó a befejezés is. 1-0 arányban vezet a Ferencváros. Mindez a 20. perc végén. Érdemes még egyszer megnézni, hogy hogyan is szerezte a vezetőgólt a zöld-fehér együttes. A megszerzett labdából remekül indít Gyepes, Tököli mesterien mozog el, és bár Turi beleért, nem tud hárítani.
A játékvezető 3 percet hosszabbít, és már a harmadik perc is majdnem lejárt. Már csak néhány másodperc van hátra, Tököli besodorja a Ferencváros győztes gólját. 3-2 a zöldfehéreknek, Tökölinek a mai napon ez a második találata. Jól helyezkedik, lesipuskás módon. Jön a labda befelé, Lesről nem lehet szó, megcsúsztatják, Tököli közbeugrik, és ez a mozdulat győzelmet hoz a Ferencvárosnak. Ferencváros, Zalaegerszeg tehát, Tököli góljával, 3-2 a végén. Tétlenek voltak a védők, és ott a gól közben Tököli. Lipcsei betette középre, és Tököli, aki több mint egy hónapja szerzett gólt, most a kapuba talál. Gera fejesével szemben még tudott mit tenni. Farkas itt már tehetetlen volt. Egyedül a Dunafertér felén szépen éveli előre a labdát, Éger elengedi vesztére, mert ebből a hibából most már a Ferencváros gól tud lőni. Gera gurított nagyon önzetlenül Tökölihez. Az egykori dunajvárosi csatár volt csapatának lő gólt, de ahogy Éger ott beengedi a labdát és nem tisztáz, ez mindenféleképpen komoly hiba. Gyepesé tehát az indítás érdeme, itt avatkozhatott volna közbe a védő, a kapus kimozdul, de nem tud közbeavatkozni. Még egyel tovább, Lipcsei egyből, Salamon mellett el, Német mellett is el, Tököli második gólja. 3-0, és ez így most már kiadós vereség a Dunafernek, és szép siker a Ferencvárosnak. Skukalektől indult az egész, Szűcs mosolyog elégedettem. Lipcsei önzetlen, és megint csak azt kell mondjam, a kapus teljesen fölöslegesen jött ki. A vége tehát Ferencváros, Dunafer, 3-0, Tököli két gól szerzett. Lipcsei egyszer volt eredmény. Tököli mehet egészen a kapuig. Tököli jön ki, Turi. Tököli még, üres a kapu. Turi mellett elmegy, Tököli berúgja. Vezet a Ferencváros, immár a 77. percben. Nagyon szépen csinálta Tököli. Juhár, Lipcsei emel, Vlaszák, és ez már bent van. Tököli fejesével vezet a Ferencváros. 88. perc. Azt hiszem, utána segítettek rám. Tököli, Leandro, vissza Tökölinek, szenzációs játék megint. Tököli, Koldló, milyen szögből. Tököli Attila, 16. percben. Játszottak úgy össze Leandroval, hogy azt tanítani nem lehet. És ilyen éles szögből, hát sebőt talán, ha nem térdel le, akkor védhet. Böjte pedig hiába rángatta. Kriston. Lekül követi, sebőt, ez Zitzer Tökölinek belövi. 4-2, Tököli második gólja, hogy fusson, hogy Gerára vethesse magát. Most kevesebbet meg is tette, sebők paskolta oda elé a labdát, ez pedig kihasználta. Így módon a 12. gólját szerezte a bajnok. Keller, Tököli, gyönyörű csel, Tököli még, óriási gól! Tököli Attila második, szenzációs megmozdulása már gólt eredményez, egyenlít a Ferencváros a 68. percben. Nagyon szép. És itt alaposan becsapja Éger, és nagyon jó ütemben ugye a labdát, nagyon szép gól. Hát a külön meccs állása most akkor a legjobb indulattal is 1-0, vagy legalábbis egyen vezet Tököli a Tököli Éger mérkőzésen. Nagyon szép a csel, és tökéletesen csavarja. Tököli, nagy labdát kapott Tököli. Ó, ugyanoda! Vezet a Ferencváros Tököli második góljával. Hát Lipcseitől beragadt Szekeres, meg ott van benne ugye még rajta kívül Éger is, meg mindenki, Kis Zoltán. És hozzáér ugyan Tomics, de ugyanoda megy a labda, csak most Vánszorog az előbb meg csapódott. Igen, nézzük, nagyon szép a levétel, megint nagyon jó ütembe rúgja el, és nem ért le Tomics. Hát, vagyis csak annyira ér le, hogy hozzá tud, bele tud kapni ennek ellenére.